Sziasztok, üdvözletem minden ismét a 105-ös vasútvonalról. Ezúton Csaba csűd felső megállóhelyen álltam meg itt szétnézni. Hát itt is látjátok, hogy van egy új pedon. Ugye nem magasított, mint halászlapnál, de... És a padra kiírták, hogy fertőtlenítve. És hát ez volt a régi pedon, ott látjátok, ott ez tovább, és itt rakták ki újra. És errefele nézünk, Csaba csűd állomás fele, másik oldal pedig Szarvas van. Látok, ez a megállóhely az direkt azért épült, mert az állomás az messze van a falutól. Ez viszont mondhatni jó helyen van, és szokatlan módon ugye megállóhelyen van egy esőbeálló is. És ráadásul nem csak ez az új busz megálló típusú, hanem ez még a régebbi. Hát nézzünk meg. Hát, látok, hogy van pad. És hát más nem, tehát itt egy kiadása sem volt. Másik oldalt meg szerintem van vizes blokk. Igen. Jó, pottyantós neki. Nem hiszem, hogy ezt másokat használnák. Viszont most jól jöttünk így ütembe, tehát szerintem egy kb. 5 perc múlva fog jönni egy vonat, azt megvárom. Ha és itt van a menetrend, és igen, mezőt túl felől fog jönni egy vonat. Hát azt már érdemes megvárni, azt tényleg mindjárt itt van. Ha nem késik feltéve. Hát ott a, mondjátok, a régi 44-es út, illetve hát az út az most is 44-es, az autópálya lett 44-es, ami ennek a kiváltására épült. És mondjátok, hogy gondolod, hogy Szarvas között van bicikliút, és szóval van itt egy busz megálló is, tehát mondod, hogy ez a megálló hely jó helyen van, ugye itt áll meg a busz is, és hát biztosítva nincsen, csak labirint korlát. A háttérben pedig látszik egy előjelző.